Szeretettel üdvözöllek titeket, ez a Teremtsd újra önmagad beszélgetés sorozat, és sokatok vagy sokunk örömére újra, vagy még mindig itt van velünk dr. Daubner Béla. Köszönjük Béla, hogy itt vagy velünk ez alkalommal is. És hát nagyon sokan írtok, kerestek, akár engem is, vagy itt a csatornán is jelzitek, hogy szeretnétek Bélától direktben tanulni. Az ő ideje limitált, ezt most így azért mondom csak helyette, mert van alternatív megoldás, és ebben állapodtunk meg, hogy ezt fogom megemlíteni, ugyanis a drdaubnertanit.hu weboldalon rengeteg olyan kurzust elérhettek tőle, amin keresztül direktben, vagy hát online tőle tanulhattok, úgyhogy ezt ajánlom, hogy fogadjátok szeretettel. A másik dolog, hogy ezek a beszélgetés sorozatok kapcsán, hogyha szeretnétek értesítést kapni, akkor iratkozzatok fel ide a csatornára. És a harmadik pedig, hogy egy nagyon izgalmas témát hoztunk most nektek, mert hogy a test, lélek, szellem harmonikus vagy holisztikus egészségével fogunk foglalkozni, és ez engedjetek meg nekem egy személyes történetet, mert hogy ez Bélához köthető, abban a szerencsében, csodában van részem, hogy én hozzájárhatok pszichodrámára, és a lányával közösen tartották itt az egyik alkalmat, ahol is a bevezető gyakorlatoknál az volt a Viki kérése, hogy talicskázzunk a résztvevők, és oda beállt Béla is. Most ugye te értett okokból büszkén vállalod, hogy 80-at betöltötted, és ugye ott voltunk mi a csoporttagok, és hát Béla is beállt hozzánk, és felkapta az egyik résztvevőnek a lábát, és elkezdett ott vele talicskázni, de úgy szaladt a termen keresztül, hogy alig bírtuk utolérni mi a többiek. Aztán utána szerepcsere, és akkor beálltál abba, amikor ugye te vagy a földön, és a te lábodat fogták, te voltál a talicska, és ott is sokunkat megszégyenítő módon helytálltál. Tehát azért is gondoltam, hogy szóba hozom ezt a témát, mert amellett, hogy te jogaoktató is vagy, 80 évesen egy nagyon komoly perspektívát mutatsz, hogy milyen egészségi, fizikai állapottal rendelkezel. Ugye szeretném, hogyha most ezt a témát hoznánk be ebbe a beszélgetésbe, hogy beszéljünk arról, szeretném, ha beszélnénk a pszichoszomatikáról, hogy amikor ezek a dolgok megjelennek, akkor mi zajlik bennünk valójában, hogyan kezelhető ez. Úgyhogy kérlek, ahogyan te szoktad, mindig máshonnan közelíts hozzá. Ezen a hosszú bevezető után nem szoktam ilyen sokat beszélni, de szeretettel hallgatom. Majd azért említsd meg a témákat, ha közben elcsúszok. Jó. De engem is szívesen beszélek ezekre. Köszönjük. Hát ahogy felsoroltad, hogy test, lélek, szellem, ezzel már nagy bajom van. Na. Mert rossz a sorrend. Uh-huh. Ezt a teozófia kutyulta meg, az a múlt évszázadban. Addig úgy volt, hogy lélek, szellem, test. A keresztény megközelítés így beszél. Ma össze-vissza beszélnek a keresztény papok is a szószékről, mert nem tudják ezt a két fogalmat kezelni. Uh-huh. Pedig nagyon fontos, hogy tudjuk kezelni. Mert a lélek az egyedi. A szellem anyag nélküli megvalósulás, és az anyag pedig anyagi megvalósulás. És ezek így jönnek egymás után. Ha most ezt fölcseréljük, akkor azokat az igazságokat elkezdjük másképp nevezni, ami eddig aránylag a helyén volt. Most a nyelv, az persze rugalmas, és most már van ilyen hülyeség, hogy lélekgyógyászat. Na most, ha azt mondjuk, hogy lélek az abszolút a tökéletes, és ha én még azt is kezelem, akkor én az Istennél isteni vagyok. Tehát ezek képtelenségek. Ezért nagyon fontos az, hogy egy szó mögött mit értünk, azt tisztázzuk. És ha egy picit is a holisztikus megközelítést akarjuk érteni, akkor ezeket az alap dolgokat a helyére kell tenni. Majdnem minden nagy spirituális út, aminek ugye kivetülése a vallás, és nem fordítva valahogy a vallás hozza létre a spiritualitást, ez nem, a spiritualitás megvalósulása a vallás, annál a lélek az abszolútot fedi le. Ami nagyon sokszor Isten fogalom lesz, vagy Istenség fogalom már alakul át, és ahogy a teremtett világban megjelennek dolgok, ugye az egyik részük anyagi. Most ebbe a fizika óriási szintekig eljutott, de pont a fizika hozta azt ki, hogy olyan összefüggések jelennek meg, ami nem köthető az anyaghoz.
Csak egy egyszerű kis példa. Ha elkezdek megvizsgálni valamit, akkor ott nem csak a vizsgálat tárgya jelenik meg, hanem a vizsgáló is. Na, ez nem logikus. Ez már a kvantumfizika alapja, mert a megfigyelő befolyásolja a megfigyelés tárgyát, hatással van egymásra. Így van. Na, és akkor mi van még az intuíció mögött? Akkor jutunk el az abszolúthoz. Uh-huh. Tehát igazából, amit a mostani modern fizika piszkál, az az abszolút. Ugye ezt meg is mondta Einstein, hogy az Istennel akarok beszélgetni, parolázni, mert minden oda vezet. Na most ezt így el is engedném, tehát én úgy fogok most beszélni, hogy lélek, szellem, test. Bennem az jelent meg egy ilyen háromszögben alapvetően, nem is sorrendileg, csak ugye sokszor így találkoztam vele én is, hogy testélek, szellem nem prioritás szerint, de amiatt kérdezem legfőképpen, mert a testi tünetek azok, aminek már valaminek a kivetülései, hogy most te is elmondtad, igen. És legfőképpen erre nem a tüneti kezelés lesz a megoldás, hanem az, hogy visszamegyünk. Tehát neked nem azért van 80 évesen az, hogy talicskázol, mert test, lélek, szellem, inkább úgy mondom akkor, hogy lélek, szellem, test vonatkozásában vagy harmóniában, és ez megnyilvánul úgy, hogy a fizikai tested is képes arra, hogy ezt így éld meg, ha jól értem, vagy én emiatt szeretném azt, hogyha beszélnénk erről. Ettől függetlenül maradhatunk abszolút, hogy te így ezen a fűzéren viszed végig, hogy a lélekhez visszamegyünk, csak én azt szeretném kérni, hogy ebben a beszélgetésben jussunk el oda, hogyha valaki pszichoszomatikus tüneteket él meg, akkor ne az legyen az első dolga, hogy kés alá fekszik például, mert hanem hogy... anyagi szinten akarja megoldani, igen. Fogyasztói társadalomban kicserélem. Igen. Tehát, hogy az orvostörmely megye felé, hogy cserélünk, lehetőleg sokkal tartósabb, használhatóbb műanyagra. Ugye csípő, protézisek, meg stb. Uh-huh. És ez egyre jobb lesz, tehát itt, ez egy nagyon fontos fejlődés. Csak nem oldja meg azt, hogy fejlődjünk befele. Uh-huh. Na, hogy jöttem én a holisztikus dologhoz 16 évesen, mondjuk úgy, hogy három alapkönyvet olvastam el, mind a három Fekete listán volt és Biztos börtön. Az egyik a jógáról szólt, ez rengetegen ismerik, ez a Sport and Yoga című könyv. A másik az Ajurvédáról szólt, ez is 44 előtt jelent meg, és a harmadik a hipnózisról szólt. És hát ez beakadt. Nekem nagyon beakadt, és hát elkezdtem a megvalósítás felé haladva, esztergási ipari tanulóként a Széchenyi könyvtárba bejártam, és egy hölgy, nem tudom miért, kihozta nekem a tiltott könyveket is. Eldugva, ugye onnan kihozni könyvet nem lehet, de hozzájutottam. Úgyhogy én elkezdtem nagyon sokat olvasni erről. Hát aztán ugye a megvalósítás anyagi szinten az az orvoslás. A két magas humán tevékenység, ez minden spirituális út egyetért. Tanítás és gyógyítás. Tanítás és gyógyítás. Ezt már tőled és hallottam, igen, azért bátorkodtam mondani. És hát ez így van. És ha megnézzük a történelmet, ez mindig is így volt. Na most. Az Ajurvédáról akarnék valamit mondani. Tehát ma a világon homeopátiát használnak legtöbbet gyógyításra, Ajurvédát a második alkalom, harmadik alkalom a kínai és kapcsolt részek, és a negyedik az allopátia, vagyis a modern orvostudomány. Így néz ki? Ez Magyarországon nem teljesen így van, de ez van világviszonylatban, tehát, hogy hát még egy olyan dolog ural, aminek igazán nem nagyon tudjuk az okát. Tehát nem értjük. Pont azért nem, mert ez a teremtéshez kapcsolódik. Tehát amikor te olyan felhigyutottságba hozol létre egy anyagot, aminek pont az információja nem tudni, hogy úgy fog átmenni, és áthat téged, ami ebbe a magas higításba van, akkor ezt nem teljesen értjük. Hogyha abból még többet teszünk bele, miért nem lesz jó? És miért tűnik el? Tehát itt olyan elvek vannak a homeopátiában, ami azért
gyakorlatból tudjuk, hogy működik, oka ismeretlen, ugye Magyarországon meg is kísérelték kitiltani a homeopátiát, ez gyógyszergyári trükk volt és profitszerzés, nem jött össze, tehát nem. Tehát ez olyan, mint mikor Amerikában megtiltották a szeszes italt, akkor elkezdett mindenki inni. Szóval ezek nem működnek, tehát az ember így nem korlátozható. Na de visszatérve a ajurvédához. Az ajurvédáról azt mondják, hogy azért jött létre, mert betegek voltak az emberek. És az egyik istenség, aki nem más volt, mint Brahma, tehát a teremtő, az leküldött kapillán keresztül egy tudást. Kapilla egy ember volt, aki egy nagyon magas spirituális szinten volt, és meditatív állapotban kapta meg ezt a tudást, majd gyakorlatban kipróbálta, és évezredeken keresztül szájból fülbe ment a tudás. Mm. Nem tanították, csak személyesen. Aztán 1800-as évek második felében megjelent Indiában az első ajurvéda klinika, ma 100-valahány ajurvédát tanító egyetem van, és ők együtt vannak az allopátiával, a homeopátiával, tehát nincs így ellenség, meg ilyesmi, teljesen együtt vannak. Na de mi ennek a lényege? Az a lényege, hogy három rendező elv van, ami a teremtett világot áthatja a hindu bölcselet szerint, vagy védikus bölcselet szerint. Az az egyik a tamasz, másik a rajasz, és a harmadik a szatva. Minden emberbe ez a három rendező elv működik, azt kicsit másképp hívják, nem ez a lényeges, és mindenkinek van egy születési aránya, ahogy ez a három dolog benne van. Ez akkor vagy egészséges, ha ez a három dolog úgy aránylik benned, amikor megszülettél. Tehát a gyógyítás nem más, mint az ettől való eltávolodásból ide visszatérni. Ezt a hármat kifejted nekünk, hogy melyik mit akar? Igen, ez a, ugye a szatva, az a emelkedés, a magasság, a harmónia, a kiegyensúlyozottság, a, és így még hozzá lehet, fény például, a mindent átragyogó fény. A rajasz a megvalósítás. Megcsinálni a dolgokat, meg létrehozni, megteremteni és megvalósítani. Ez a rajasz. A szatvához a levegő elem tartozik, ha így elemeket nézzük elsősorban, meg maga, amiben mindegyik van, a tér. A rajasz az a tűzelem. Tehát az, ami mindent átalakít, hiszen az átalakítást a tűz végzi. És a tamasz pedig az állandóság, aminek a negatív oldala az elmerevedés, a röghöz kötöttség, a dolgokba való beleragadás, ez is tamasz. De ez a csontváz például. Tehát, hogy te stabil legyél. Tehát ez nem negatív, ez attól függően, hogy épp arra valamire, ami mondjuk a csontvázad, és elsősorban a tamasz uralja, az miért van neked, az adja. Ugye ez például a tamasz, amikor tudsz meditációban mozdulatlanul ülni. A mozdulatlanság az tamasz, csak a tamasz a szatvát szolgálja, az emelkedést, hogy magas emelkedés. Most két stabilnak tűnő dolog van, a szatva és a tamasz, és a rajasz az, ami mozog. Az emberiség nagy része, én is ilyen vagyok, elsőbb a tűzelemes vagyok. Na most, de ez csak így, most így egy kicsit ráhangolódásként mondta, és ez mindenben megjelenik. Vagyis, amiért én imádom a védikus bölcseletet, hogy a világ létrejötte, a teremtés, az hajszál pontosan ugyanolyan elvek szerint működik, mint te. Pontosan. Tehát nincs különbség. Ugyanazok a rendező elvek vannak meg. És itt a holisztikus gondolkozásnak a lényege, hogy azokat a rendező elveket, ami az egész teremtett világot áthatja, az hogy tudjuk a mindennapjainkban megvalósítani. Aminek lehet az eredménye az, hogy egészséges vagyok. Ellenben, hogyha ez felborul, akkor jelenik meg a betegség. Akkor jelenik meg a betegség.
És hát ugye ez belefut egy olyan gondolkozásba, ami az ajurvédában oda tartozik, hogy a halál az nem megszűnése valaminek, hanem egy változás. Swami Veda azt mondta, nagy kabát váltás. És nagyon jó, képzeld el, veszel egy új nagy kabát. Na de, ebből adódik az, hogy minden, ami anyagi benned, és ugye itt az öt őselem és annak különféle megjelenései, az nem véges, vagyis meg fog szűnni. De ott van valami, ami sose szűnik meg, azt úgy hívjuk, hogy Atman. A Brahmannak az egyéni formája. Mindannyiunkban ott van. Az, hogy ebből én mit valósítok meg, ezért az a részem, ami örök, ami sose szűnik meg, az is ott van bennem, az az Atman. Ennek aztán, és itt jön be az a fogalom, hogy mit mondtál az előbb, hogy a sorrendben, hogy van, és a szellemi. Ugye a szellemi alatt én úgy értem a szellemit, és ezt nem én találtam ki, tehát az én hitem szerint a szellemi az, ami nincs anyaghoz kötve. Tehát például az összes pszichés tevékenységed a szellemi. Ezért én a gyakorlatban pszichésnek szoktam mondani a szellemi. És egy új terméknek is van pszichéje, ami rejtve benne van. Mert ott van benne az is. Csak ugye azt lehetne szelleminek mondani, csak a szellemi szó annyira el van torzítva, hogy már én például nem szívesen használom, ezért inkább pszichéset mondok. Na most, az ajurvéda az ember működését tudja részekre szedni, mint ahogy a modern orvostudomány is tudja, mint ahogy a kínai is tudja, úgy, hogy létrejöttek a szervrendszerek. A szervrendszerek szervekből állnak, a szervek szövetekből állnak, a szövetek molekulákból állnak, a molekulák, tehát van egy ilyen sorrend. Ebben nincs semmilyen eltérés a tudományos gondolkozástól. Amit nagyon nehezen tud a tudományos gondolkozás követni, azok például a három rendező elv, ami áthat mindent. Tehát te eldöntheted, hogy ezek valamit elkezd el vizsgálni tudományosan. Vagy ugyanazt a dolgot, amit tudományosan vizsgálod, megnézed, hogy a rendező elvek szerint hogy van. Sokkal teljesebb. Ugye Wilber most hozta ki, hogy minden két szinten fut, és minden, ha meg akarunk érteni, akkor négy kvadrátba kell helyezni. És ha megnézed a valamelyik ősi rendszert, ugyanezt mondják. Tehát gyakorlatilag Wilber például eljutott oda, hogy ezen a négy kvadráton belül értelmez az egész teremtett világot, és értelmezhetővé válik. De ez már nem tudományos. Nem lesz tudományos. Az, hogy vizsgálod, meg az eredményeid azok lesznek, de az egész, hogy miért van, és miért pont így van, és nem másképp, az egy sokkal mélyebb összefüggésrendszer. Na most a holisztikusság nekem ezt jelenti. Tehát azt jelenti, hogy amikor te önmagadról gondolkozol, akkor te mennyire egészlegesnek éled meg magadat. Tehát például el tudod-e azt fogadni, hogyha kaffa pita-ba gondolkozol, tehát ezek a kaffa a tamasz, a pita az a tűz, kaffa pita, most megint nem jut a harmadik, de nem érdekes, eszedbe, akkor ne azt mondd, hogy én a pittába akarok többet magamba. Mert abban a pillanatban eltérsz a születésedtől, vagyis a neked legoptimálisabb tudtól, és tüneteid lesznek, majd beteg leszel. Fogadd el, amit kaptál. Tehát itt a holisztikus gondolkozásnak az első nagyon nagy feladata, hogy fogadjam el magamat, a valóságomat. Ha nem tudom elfogadni, akkor nem fog tudni működni. És aki igazából elfogadja saját magát, az a holisztikus dolgok megjelennek ő benne.
Most nyilvánvalóan nem tökéletesen, mert ha tökéletesen jelenne meg, akkor az Atman vagy, és akkor már ezekre nincs szükség. De most inkább csak maradjunk a megfogható szinteken. Mondtad az előbb a pszichoszomatikát. Nézzünk tüneteket és betegségeket. A legtöbb tünet és a betegségek jó része az a durva testünkbe, vagyis az anyagi létünkbe zajlik. Például az előbb említett csont, ha eltörik, akkor ott egy folytonosság megszakadt. És ásványi szinten is lett egy probléma. Na de ha azt nézed meg, hogy az a balesetet miért szenvedted el, amitől eltört a lábad, akkor a dolog már megváltozik. És ez is hozzátartozik. Mert ha én meg akarom érteni a saját lábtörésemet, akkor azt is hozzá kell venni, hogy erre miért volt szükségem. Nekem 20 évvel ezelőtt volt egy autóbalesetem, és frontálisan ütköztem, és akkoriban én nagyon rossz irányba mentem, és úgy éltem meg, hogy feküdtem ott az ágyon, alkoholista voltam, hazudtam rengeteget, loptam, tehát egy nagyon rossz irányba mentem, és úgy éltem meg, anélkül, hogy veled lett volna lehetőségem beszélgetni, de ehhez most így beugrott, hogy megállított az élet. Tehát egyszerűen kaptam egy nagyon nagy barackot a fejemről, valamiért itt maradtam, tehát nem haltam meg, nem végzetes volt ebben a testi síkomban, vagy ebben a leszületésemben, de most így gondolkodva azon, amit mondtál, nekem ez ugrott be, hogy valójában az a baleset, most mondhatom azért, hogy mert átjött a másik, vagy azért, mert én mit csináltam, ez lenne az a felszínes szemléletmód, amivel igen. Szemben te most azt mondod, hogy vizsgáljuk meg más tudatszinten, hogy miért. Ha holisztikusan gondolkozol, akkor ez is a valóság része. Az, hogy én a valóságból mennyit tartok valóságnak, az én rajtam múlik. Na most a holisztikus gondolkozás és a pszichoszomatika, most visszakapcsolok a pszichoszomatikához. Tehát ugye először azt mondtam, hogy durva testi szinten, vagyis anyagi szinten lesznek a zavarok. A következő szint az az, jön a pszichés szint, ez a szellemi másképp, de maradjunk a pszichés szónál. Hogy pszichés bajom van, és a testembe kimutatható elváltozások jönnek létre. Ezt hívjuk pszichoszomatikusnak. A mostani modern orvosom egyre inkább eltávolodik ettől. Tehát például ilyen pszichoszomatikus a magas vérnyomás, a szívnek a különféle ritmus zavarai, a emésztési zavarok. De még a rák is, nem Béla? Az is. Akkor a bőrbetegségek szinte 100%-a, hogy pszichés probléma vetül ki. Maradjunk a bőrnél. Az aránylag könnyebb elfogadni. Igen. Mi a bőröm? A külvilág felé való utolsó védelem. Tehát a bőrömön túl már a külvilágban. Azon belül vagyok én. Ez a választóvonal. Na de ha veszélyes a világ, mert én úgy élem meg, ami ahol tettem, miért lenne veszélyes, de veszélyesnek élem meg a világot, akkor nagyon gyakran lesznek bőrbetegségeim. Például pszoriázis. Egy páncélt építek magamra, hogy megvédjen a külvilággal szemben. És ez egy szörnyű bőrgyászati betegség, oka ismeretlen, mondja a orvos tudomány, és hát igazán nem tudjuk kezelni, ha őszinték vagyunk. Egy idő múlva adnak mellékvese hormont, kortikoszteroidot, ha az se, akkor citosztatikumot, olyasmiket, amiknek semmi köze ehhez. És mi a megoldás? Meg kell tanulni azt, hogy nem veszélyes a külvilág. Nekem több ilyen sikeres terápiám van. Pszoriázisok szűntek meg attól, hogy a biztonságot megtanultam belül megkeresni magamba, és megélni. És nem volt szükség a páncélra. Páncéllal alig foglalkoztunk. De most sok ilyet lehet mondani. A helyzet mi? Modern orvostán mit próbál? Kioperálni. Miután a psziché nem anyaghoz kötött, ki tud operálni? A kiváltó okot nem? Nem, soha. Tehát azt át kell alakítani. És ezért ez a szó is már szinte eltűnik, mert a gyógyítás modern formája számára ez nem üzlet. Életed végéig szedni kell a
gyógyszert mondják a Crohn betegnek, akinek vastagbélgyulladása van, véres széklete van, és veszély van, hogy kilukad a vastagbele. Szedned kell, amíg élsz. Én 4 évig vezettem egy pszichoszomatikus részleget, nagyon rég, és több ilyen beteget kaptunk, akkor még a Crohn colitisnek hívták inkább, és volt a kettő közt egy különbség, de ez most részletkérdés. És műtétre voltak előjegyezve. 6 belosztály volt mögöttünk, tehát aki ment volna műtétre, csak azt kaptuk meg. Egyet se kellett 4 év alatt megoperálni. Az, hogy teljesen meggyógyultak volna, azt nem állítom, de jobban lettek. És mit csináltunk? A pszichén dolgoztunk. A pszichén. És elkezdett javulni, és nem kellett szedni a gyógyszert, és stb. Most másképp van már valószínűleg, nem hiszem, hogy abba a kórházban, ahol én dolgoztam, ott működne ez a gondolat, tehát ez onnan eltűnt, mint ahogy a modern orvos tudományból is egyre inkább tűnik el a pszichoszomatikus dolog. Csak hát azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ettől a pszichoszomatikus betegségek nem fognak megszűnni, hanem egyre több lesz. Itt lép életbe megint az, hogy a pszichoterápiára mekkora szükség lenne. Igen, igen. És hogy itt ugye azért, mert a psziché problémája durva testi megjelenésbe jelenik kivetül meg. Teljesen logikus a racionális gondolkozás, a tudományos, hogy szüntessük meg. Na de nem húzhatják le a bőrödet. Tehát nem tudják megszüntetni. A kiváltó okot nem tudják. Ami létrehozza a dolgot, azt nem tudják kioperálni, nem tudják megszüntetni. Na, ez a pszichoszomatikus ügy, és ez nem csak úgy jelenik meg, hogy beteg vagyok, hanem úgy is jelenik meg, hogy a külvilággal való kapcsolatomban zavar van. Tehát nem feltétlen éri el ez a betegség szintjét. Uh-huh. És a holisztikus gondolkozás az azt jelenti, hogy bármi történik velem, például csak egy diszkomfortot érzem, nem érzem jól magam, akkor keresem ennek az okát. És ami létrehozta ezt az érzést, azzal van dolgom, nem az diszkomfort érzéssel, ami ugye, ha aztán nem kezdek vele valamit, akkor majd betegségbe csúcsosodik ki. Itt megint bejön az önreflexió, az önismeret, hogy befele figyeljek, és ne kívül keressem sem a biztonságra a megoldást. Na és akkor jön egy nagyon nehéz gondolat, hogy akkor ez betegség. Ide futunk vissza, mint a te baleseted. Uh-huh. Hogy lehet, hogy az egy pszichoszomatikus betegséged, hogy arra tanítson meg, hogy dolgozz a pszichéddel. Uh-huh. Nem a durva testeddel van dolgod. A pszichéddel van, ami mögötte van a durva testednek. Ez végtelen egyszerű gondolat. A múlt évszázadban jött ez az egyik pszichoanalitikus Amerikába jött erre a fogalomra rá, és nagyon hosszú ideig ez egy nagyon elfogadott megközelítés volt. Most ugye rengeteg eszköz, meg minden az egyre inkább a fizikai léthez kapcsol mindent be, és hát óriási üzlet van, tehát ezek a képalkotó eljárások, itt ugye egy vizsgálat, az több mint 1 millió forint. Tehát a szemben hát azzal, hogy egy jól vezetett pszichoterápia 15 000 forint. Tehát ez óriási a különbség, de most ebben nem mennék bele. A holisztikus gondolkozásra nem tanítják az embereket, mert a tudományt nem szolgálja, a tudományt meghaladja. Tehát arra tanítanak, hogy a tudományos gondolkozást hallad meg, és egy mélyebb összefüggésből értsd meg a tudományos gondolkozást is. Na, ezt nagyon nehezen fogadják el. Nem lesz más út. Tehát itt nem lehet ezt másképp csinálni. Itt megint bejön az, amit szoktál mondani, hogy a tudat itt kopogtat, hogy most már rá kéne ébredni, hogy merre van a megoldás. Béla, olyan gyorsan letudtad a lelket, mert ott az elején egyszer említetted, azt mondtad, hogy az tökéletes, azt így ki is vetted az egyenletből, és most csak a pszichével és a durva testtel foglalkozol. Én most ahhoz visszatérnék egy kicsit, hogy sokszor használják, most már kíváncsi vagyok a véleményedre azt, hogy lelki problémái vannak valakinek, vagy lelki beteg. Ez
helytálló, vagy másképpen látod? Ezt én úgy, pszichés problémái vannak, és pszichés beteg, semmi köze a lélekhez. Uh-huh. Az ég adta világon semmi köze. Tehát ezt úgy lehet most nagyon mechanikusan elképzelni, hogy itt van az atman. Itt vagyok én. Ez a személyiségem. Nagyon messze vagyok. Bocsánat, ez a leszületésed, amit most a jobb kezeddel mutatsz. Ez, amit kialakítottam. És igazából ide kéne eljutnom. Az lenne a cél, hogy afelé haladjak. Így van. És minél közelebb kerülök, annál többet értek meg belőle. Uh-huh. De csak akkor fogom teljesen megérteni, ha ővel azonosul. Odaértél. És ez a fejlődés, ez az önismeretnek alapvetően a lényege, és ez a spirituális fejlődés, és ugye itt van egy transzcendencia szó, amit megint kicsit rosszul használnak többnyire, hogy transzcendálok, amikor a gondolkozásom átalakul, és már elkezdem az atman igazságait elfogadni. Uh-huh. És hát ez lenne a befelé út, ez lenne a dolgoknak a megoldása. Most a tudomány azt csinálja, amitől óriásit fejlődött a középkorban az emberi gondolkozás, de most eljutottunk odáig, hogy még mindig nem a helyén van a tudományos gondolkozás, hanem akadályt is képez. És hát ugye az Egyesült Államoknak amitől világ első, és nem attól nem az, hogy most Afganisztánból ki kellett vonuljon, hanem attól, hogy ők a tudományt egy olyan irányba nyitják, hogy közeledjenek ezekhez az összefüggésekhez. Mm-hmm. Még nem az atmanra kíváncsiak alapvetően, hanem az eddig ismert mögötti ismeretlenre, és hát itt jön be a patológia, hogy ezt a hatalmukra akarják felhasználni. Hát most lásd az atombombát, tehát teljesen egyértelmű volt, hogy persze megmentettek sok emberi életet, mert nyilván a japánok még egy ideig ellenálltak volna, de hát felhasználtak valamit először, ami rettentő nagy pusztítást hozott létre. Vagyis a pusztítás stabilizálta a hatalmat átmenetileg. Na most ezek sosem lehetnek. El kell jutni az atmanhoz. Na most az atman az a lélek. És a lélek az az abszolút. Az, ami mindent áthat, csak te nem tudsz kapcsolódni hozzá. Azért nem, mert ahol tart a személyiség fejlődésed, te úgy tudsz csak onnan kapcsolódni. Ezért kell állandóan fejlődni, ha igazán akarok kapcsolódni. Ugye ez a meditáció útja, egyszer majd lehet, hogy erről is érdemes lenne beszélni, mert rengeteg téves örömmel dolog van, ami ezt elfedi. És ha én oda tudok kapcsolódni, akkor az abszolút igazság hat át. Na most ezt mi akadályozza meg? Az, hogy a világgal is kapcsolatban vagyok, azzal a világgal, amit rávetítettem a világra. Most én kicsiben hamarabb érkeztem meg oda, ahol találkoztunk, a metró megállóba, volt 10 percem, és azon szórakoztam, hogy azt képzeltem el, hogy a paradicsomba vagyok. Itt, az ősvezér téren. Akkor azért jöttél fütyűrészve velem szemben, én csak azt láttam, hogy itt teljesen ki vagy virulva, zsebretett kézzel, fütyűrészve. Bocsánat, de mint egy tinédzser úgy jöttél velem szembe, meg is egyeztem, hogy eszvétlen jól nézek. Olyan, hát, olyan kisugárzásod volt, hogy ott jöttél, így az emberek közül kiviláglott, hogy ott érkezel. Igen. Tehát például megéltem azt a metróba, hogy a helyváltoztatásnak ez egy óriási lehetősége. És hogy ez szolgálja azt, hogy a mozgás az egy alapkésztetése az embernek. Ezt megélhetném így is, meg úgy is, hogy a rohadt életbe föl kell szállni erre a rohadt metróra. És szörnyű, most ugyan sokan nem utaztak, meg nyár van, de hogy különféleképp meg lehet élni, hogy mindennek van egy helye, amit én vetítek rá. Tehát nem az van ott, hanem én vetítem rá. És hát ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy ugye most itt a holisztikussághoz visszatérve, a holisztikus gondolkozást a jogában az Patanjali összeszedte, nem ő találta ki, csak összeszedte, és ott a jáma-niáma törvényei uralkodnak. A niámának a második kérése,
Ők nem parancsolnak, mint a kereszténységből, hogy 10 parancsolat van, hanem ők kérnek. Majd mindjárt mondom, hogy ez miért fontos. Tehát a második az elégedettség. Tehát lehetne úgy élni az életet, hogy elégedett legyek benne. Mitől szenved a legtöbb ember reggeltől estig, hogy elégedetlen? Na de ki elégedetlen? Ő. Nem a világgal van a baj, hanem én vetítem rá a saját elégedetlenségemet a világra, ami olyan fokú, aztán visszajön rám, hogy lehetek beteg is tőle. Tehát nekem kell megváltoztatni azt, ahogy, és itt van a pszichoterápiának a határa is. Én segíthetek neki, hogy a vastag belébe az a gyulladás, ami véres, nyálkás székletet okoz, ami fönt hordja azt a veszélyt, hogy kiukad a vastag bele, amiből az fog következni, hogy peritonitiszt kap, tehát hasártya gyulladást és belehal. Ez ne következzen be, egy ideig ez javulni fog. De ha ő továbbra is ugyanilyen elégedetlen lesz, mint eddig, akkor nem biztos, hogy nem újul ki. Itt viszont egy fontos pont, az előző beszélgetésünk ugye a rezilienciáról szólt, és amikor azt mondod, hogy a világgal való viszonyom itt, mit üzen felém a világ, a fogyasztói társadalom, hogy ne légy elégedett, vegyél többet, költsél többet, keres többet, még több, még, és ehhez képest, amiről az elégedettséget mondod, én sokszor ilyen hálával telt érzetre gondolok, amit én is így gyakorlok sokszor, de ez az elégedettség, ami jobban lefedi, és hogy ez, hogyha a világgal való viszonyom hagyom, hogy befolyásoljon, és ezt az üzenetet magamba engedem, akkor nyilvánvaló, hogy sokkal inkább meg fog bennem jelenni az elégedetlenség hiánya. És itt van a pszichoterápiának a határa, hogy ha megállunk ott, hogy csak a psziché kerül rendbe, de igazából a világnézet nem kerül a helyére, akkor a visszaesés valószínűsége megvan. Mert a visszaesés is arra késztetne, hogy fejlődjek, mint például a baleseted. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett dolog. És a holisztikus gondolkozás az egy lépés a teljesség felé, de nem az. De egy közelebb van a teljességhez. Ezt kell így látni. És erre persze ugyanúgy ráépült a fogyasztói társadalom, ugyanúgy ráépült a természetgyógyászat, ami profit szerzésre törekszik. Tehát nagyon sok minden eltorzult, de mégis az ajurvédának az alapja a következő. A testtípusodat megismerve, alkalmassá kell magadat tenni. Hogy érik el? Tisztító eljárásokkal. Tehát egyszerű dolgokkal kipucolják a testedet. Alkalmassá teszik arra, hogy visszatér a születési összetételedhez, amit egyébként prakritinek hívnak, és ehhez ad segítséget. Ezért az, hogy én bementem az ajurvéda orvoshoz, és azt mondta, hogy ezt csináljam, az így nem fog működni. Az ajurvéda akkor kezdődik el, amikor pancsakarma segítségével kitisztítom magamat, és alkalmassá teszem az ajurvédikus kezelésre. És addig adhat az ajurvéda orvos, vagy nem orvos, csak azt mondja magáról, olyan csoda kenőcsöket, amitől majd a pszoriázisom eltűnik, mintha sose lett volna, nem fog eltűnni, és ott marad. Mert hiába van abba egy Indiában előállított jó összetétel, ami segíthetne, ha nem kipucolom ki magamat és teszem alkalmasság, nem fog tudni működni. Mert a toxinok ugyanúgy megtermelődnek, ugyanúgy elégedetlen leszek a világgal, ugyanúgy az megjelenik, egy védelmet hozok létre a világgal szemben, és ugye állandóan oldok magam egy páncélt, pszoriázis formájába, és ez így megy. Na most a holisztikus gondolkozás ebbe segít sokat, hogy ez a páncél kerüljön le rólam. Viszont, hát ennek a háttere az önismeretnek a változása, mert én amit ismerek, azt vetítem ki a világra. Tehát nem a világot kell megváltoztatni, mert az még eddig senkinek nem sikerült, hanem magamat kell megváltoztatni, ez már néhány embernek sikerült. Tehát ez egy sokkal
hatékonyabb módszer, hogy magamat változtassam meg, a világ nem fog. De ehhez meg rengeteg eszközt kaphatunk tőled, ebben a drdaugmertanit.hu, mert ugye ott van az emberlét kurzusod is, ami rengeteg felismerést adhat. Nem tudom, hogy a védikus bölcselet az elkerült már? A védikus bölcselet az tart még, azt hiszem 3 alkalomban hátra belőle. De az fel fog kerülni online, vagy ez nem lesz elérhető? Az van már. Akkor az is nem elérhető. Online, offline. Tehát, hogy hozzáférhető. Úgy értem, igen, van egy hogy... kód, amivel be tudom hívni, aha, és az körülbelül 1-1,5 évig fönt van, tehát aki megveszi, az hozzá tud jutni, letölteni nem töltheti le. Ezzel azt akarjuk elkerülni, hogy nem jól használja. Tehát az emberek mindenből profitot akarnak, ugye, és akkor elkezdi hirdetni, vagy valami. Tehát, hogy ez nem ennyi. Nyilvánvalóan a nagyon rafináltak meg le tudják tölteni. Tehát, hogy vannak ilyen kurzusok, a védikus bölcselet egymáshoz kapcsolódik, tehát ez ugye 10 alkalom, az azért 10 alkalommal nagyon átveszi egy ilyen komplet egész próbál megtanítani. Igen, ez arra szól, hogy elindítson téged, hogy másképp gondolkozzál, tehát a világnézeted változom meg. Szóval ajánlom nektek, hogy látogassatok el a drdaugmertanit.hu weboldalra, és tanuljátok ott is Bélától. Béla, köszönjük, hogy most is itt voltál velünk. Nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Még egy résszel hamarosan fogjuk folytatni, ami néhány perc múlva fogjuk rögzíteni, nektek néhány hét múlva újra jövünk, addig is iratkozzatok fel ide a csatornára, köszönjük, hogy itt voltatok, hamarosan újra találkozunk.